A törökország jegyzőtáborból hazatérve már itthoni környezetben készül a tavaszi szezonra a Nyíregyháza Spartacus. Csütörtök este a szokásos szurkoló Jankéton találkoztak a drukkerekkel, a klub vezetői és új játékosai. A téli szünetben Csirus Ádám, Hornyák Marcell, Danilo Pejovics, Fülöp Gergő és Szabó Bence csatlakozott a kerethez. A csapatkapitány Jova Levente szerint nyugodt lelkiismerettel tekinthetnek vissza az elmúlt hetekre, mivel mindent megtettek azért, hogy a lehető legjobb formában várják a bajnoki folytatást. Szerintem teljes mértékben elvégeztük azt a munkát, amit kitűzött a csapat magának célul. Szóval jó felkészülésen vagyunk túl, nyilván voltak vereségek, de úgy voltunk vele, hogy inkább most jönnek ki a vereségek, mint a bajnoki szezonban, mert azért voltak ugye hibák, egyéni hibák, csapathibák, amit ugye majd bajnokikon nem fogunk végrehajtani, hogyha minden igaz, mert ott kijöttek ezek, és most már azon fokozottabban fogunk ezekre odafigyelni. Lucsánszky Tamás vezetőedző elmondta, hogy a csapat tavasszal szeretne előrébb lépni a jelenlegi negyedik helyhez képest. A tavaszi szezon általában nehezebb szokott lenni, ezzel mindenki tisztában van. Szeretnénk természetesen előre lépni a helyezést illetően. Ez lenne azt gondolom az alapcélkitűzés, hogy sikerüljön előre lépnünk a helyezést illetően. Azzal a vezetőedző mellett a játékosok is tisztában vannak, hogy tavasszal még az őszinél is nehezebb meccsek várnak a csapatra. Amikor én először játszottam itt NB2-ben, akkor azért tapasztaltam, hogy itt nincsen az, hogy mondjuk játszol az elsővel, vagy játszol a másodikkal, vagy a utolsóval esetleg. Nyilván itt az életükért mennek a csapatok, itt nagyon nehéz mérkőzések vannak az NB2-ben, független attól, hogy ősz van vagy tavasz, de nyilván tavasszal azért már a kisebb csapatok az életükért fognak küzdeni, szóval meg főleg azért a Spari ellen szerintem mindenki az élete teljesítményét akarja nyújtani. A Spari vasárnap még játszik két edzőmérkőzést, az örökösföldi pályán 10 óra 30-tól a Nyír Bátor, 14 órától pedig a Budaörs ellen lép pályára Lucsánszky Tamás együttese. A tavaszi rajton február 25-én a Gyirmótot fogadja a Nyíregyháza Spartacus.